Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A 16. Sajt és Gasztronómiai Fesztivál sztárvendége a Molnár Dixieland Band volt, kik egy fenomenális koncertet adtak, melynek során Harkai Imrét a polgármester úr köszöntötte fel 40. születésnapja alkalmából. Most következőkben ezeknek a felvételeknek az első részét tekinthetik meg. Tisztelettel felkérném Kisterekváros polgármesterét, Nagy Sándor urat, köszöntse. Jó estét kívánok még egyszer mindenkinek! Ugyan nemrégiben végigjártam az asztalokat, és meggyőződtem arról, hogy az itt jelenlévők úgy tűnik, hogy nem maradtak éhen, és nem maradtak szomjan. Azt gondolom, ez a nap arról szól, hogy együnk, higgyünk, és jól érezzük magunkat. Ez egy kicsit a mi ünnepünk, amit talán úgy hívnak, hogy Gasztronómiai Fesztivál, vagy ételital jókedv, valami ilyesmi. Kedves tiszteletiek! Nagyon sok vendég megtisztelt bennünket, és eljöttek valahonnan, máshonnan. Én azt gondolom, először szeretnék köszönteni vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket, és eljöttek hozzánk, hogy velünk együtt jól érezzék magukat. Ahogy itt végignézek, itt látom körömben például Farkas Sándor országgyűlési képviselő urat és feleségét, és nagyon tisztelettel köszönöm, hogy eljöttetek. Itt látom Kakas Béla, Csongrád megye elnökét, Bolt Sándor falvi kollégának, Béla, köszönöm szépen, hogy eljött és megtisztelti bennetek. Itt van egy csomó polgármester kollégám, akár Csengele felé nézek, akár Paks felé például. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, de végre egyszer a Tiszántúl polgármestere, Mindszentváros polgármestere is elfogadta a meghívást, és eljött hozzánk Zsoltér Karcsi, Isten hozzá. De ugyanúgy itt van közöttünk Kispártani például, mint a kamara elnöke, vagy itt van több olyan vezető, aki tényleg, ha megengeditek, nem sorolnak fő benneteket, de nagyon-nagyon köszönöm akár Nagy Zsolti, vagy akár itt az IMPS, vagy akár Beáberre nézek itt helyi képviselők, akik megtiszteltetek bennünket. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy Szerbiában itt van egy csapat. Szerbiából, konkrétan Szabadkáról, itt van az ottani katasztrófa védelem főigazgatója, főkapitánya, Isten hozott benneteket! A vendéglátója velem együtt, a mi megyénk ezredese, ezredes úr Imre, nagy tisztelettel köszönöm, hogy itt vagy. Még egyszer, kedves tiszteletiek! Sok szépet főztetek ma! Sok jó pálinkátokat megkóstolhattam én magam is. Ugyanakkor a verseny arról szól, hogy itt a zsűri az általatok megfőzött ételeket bírálja, számokat lát és ételeket, és a végén majd azt mondja, hogy szerintük talán ez volt a legjobb, ez meg egy kicsit annál egy kategóriával lentebb van. Az a lényeg, hogy most is nagyon-nagyon sokan főztünk, főztetek. De mégis emlékeztünk meg azokról a kiállítókról, akik ma itt voltak és megmutatták termékeiket. Nekem az is egy termék, aki főzött valamit. Az is egy termék, aki a mézét, vagy az édességét, vagy éppen a sajtját mutatta be nekünk. Itt volt például Dani Juhász, aki 16 évvel ezelőtt is itt volt, és Farkas Sándor képviselő úrra nézek, ugye Dani Juhász nem olyan régen, mondták többen, ott volt a tévében, és talán az én mezőgazdászat címet kapta. Az országban talán ketten. És Dani Juhász az egyszerű makó melletti juhászember,
16 éve fontosnak tartja azt, hogy eljöjjön hozzánk, megmutassa a sajtját, a termékét, megjön velünk egy pohár pálinkát, vagy éppen megkóstolja a mi bárány sültjünket. Erről szól a mai nap. És ezért külön köszönöm, hogy velünk együtt tiszteletiekkel őszintén jól érezzük magunkat, jól érzitek magatokat, és tényleg semmi más nem kérünk. Nekünk ez egy fantasztikus dolog, hogy meghívhatunk vendégeket, megmutathatjuk a mi arcunkat, ételeinket, italainkat, és a végén akár táncolunk együtt, jól mulatunk. Köszöntöm a mögöttem lévő Molnár Dixieland zenekarát, Isten hozott túl a benneteket, és köszönöm szépen, hogy ismét itt vagytok. Természetesen nem titok, mi fizetünk meg itt azért, hogy mi jól érezhessük magunkat. Hogyha bármiféle kritika éri őket, nyugodtan mondjuk meg, ha nem jó zenészek, máskor ugyan meg nem hívom őket. Isten hozott. Tudom én az évek, meg a rutin, ők már megmutatták azt, hogy miről szól ez a szakma, és azért hívtuk ma is őket, mert fantasztikusan szeretjük őket és muzsikájukat. Úgyhogy Gyula, előre láthatólag most is azt gondolom, hogy egy nagyon szép estét hoztok nekünk. Aki még nem evett, annak jó étvágya. Aki meg evett, egyet szeretnék elmondani. Az én nagyapám azt mondta annak idején, hogy volt egy madár, evett, nem ivott, és megfulladt. Ebbe a hibába arra szeretném kérni a kedves jelenlévőket, ne essenek. Igyanak nyugodtan, ha minden igaz, itt lesz rendőrkapitány úr is. Már itt van, bocsánat, itt van rendőrkapitány úr is, éppen most érkezett Isten hozott kapitány úr és kedves feleségét. Mindjárt megüzenem neki elég közelről, hogy szóljon már a rendőreinek, hogy ma tulajdonképpen itt senki nem fogyaszt alkoholt. Tehát ez csak a látszat. Rendben van, azt mondta, ugyanakkor meg persze tartsuk tiszteletben, lesznek a nagyon fontos szabályai, de egy dologért vagyunk ma felelősek, és én legfőképpen azért vagyok felelősek, hogy aki eljött hozzánk, akár napközben, vagy akár most itt, érezzétek jól magatokat. Én mindenkinek nagyon szép estét kívánok, szórakozzatok velünk együtt, és Anit mondja nekem, hogy véget ért a zsűrizés, mindenki visszaviheti az ételét, mert ha nem visztek vissza, akkor még képesek vagyunk meg enni. Végezetül egy apróságot szeretnék bejelenteni. Kedves zenekar, készen álltunk egy szóval eljátszására. Egyik kollégánknak ma van a születésnapja. Kedves kollégák, kedves barátaim, minden év nagyon fontos az életünkben, különösen a születésnapok. És engedjétek meg, az egyik fizikai dolgozó, aki szívét, lelkét bele szokta tenni a város mindennapjába, van 40 éves. Szerintem megérdemli Imi azt, hogy eljátsszuk neki azt, hogy boldog szülinapot. Imi, ahogy nagyapám mondta volna annak idején, öregedj meg egészségben. Úgyhogy Isten éltesse, és most mindannyian Imi a 40 év kedvéért elénekeljük a boldog szülinapot.
szeretném kívánni mindenkinek, köszönjük a bőkénást, nagyon jó szórakozást kívánunk, egy ilyen jó bőórát játszunk, nyugodtan egyetek így alatt, szia-szia, és nem szeretnénk kilökni a kést vagy a kanalat a kezünkből, hangerővel, tehát a zene ez ilyen vidámkodó, hogy a Jazz Banda Mária volt az előbbi szám címe, és tudom, hogy nincs itt folyó, de következik a Tampiner Riverside, lent a folyóparton, hát legalább egy bíbisztó, vagy tovaj, az van itt, úgyhogy valami víz azért van a közelben.
Köszönjük szépen! Következik egy orosz népdal, akinek van szabad keze, az kapcsolat is hozzá. Fekete szemek pillanatait az Ócsik Sorbanya. Ócsik Sorbanya!
orosz népdal után következzen egy magyar, minek a szőke innékel, mikor a barnát, vöröset és a feketét is szeretjük. Mindenki ismere, aki tudja, énekelje velünk. Thank you.
csapottan lehet táncolni, akkor már megvacsorázok. Következik akkor egy közepesen lassú vagy hosszám kis telekú napos utcáig járkálva, on the sunside of the street, ahol kis telek. Kísérünk. Köszönjük szépen, maradnak nyugodtan a táncosok.
ugyanis egy jó kis New York-i szép blues keletkezik, szeretettel küldi Kapas Béla úrnak, és New York-i szép blues tisztelettel, vagy címe az, hogy teher van a blues frejtényes.
szépen, ez volt a Mama című szám, énekelte Garai Márta. Következik egy lassabb szám, aminek a címe Pötti Flő, és kisvirág, sok szeretettel küldjük mindenkinek, de főleg a nőknek szoktak virágot küldeni.
Köszönjük szépen! Szoldáltam. Ez az én hazám, that's my own, és következik all of me, vagyis mindenem.
Köszönjük szépen! Az Ifjú Kisterekiek Szövetsége szervezésében Jótékonysági Sztereoik című rendezvényre került sor, mely alkalmából fellépett a Kata és Ádám akusztikus zenekar, illetve a Hódmezővásárhelyi Retro Brain zenekar szórakoztatta az ott megjelent résztvevőket. A most következő felvételénken ezeket az előadásokat tekinthetik meg. Üdvözlünk mindenkit itt Kistereken, a Művelődési Házban, az Ifjú Kisterekiek Szövetsége által szervezett Jótékonysági Sztereoik szem. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megjelent. Annyiban különbözik ez a StereoX a szokásostól, hogy most egy nemes cél érdekében gyűltünk itt össze, ugyanis
belépőt szedtünk a rendezvény folyamán, ami azt akarja, hogy az SOS gyermekfalvak munkásságát segítjük, ami azt jelenti, hogy mindenkinek felajánlásként hozott magával egy minimum egy dobozunyi, cipős dobozunyi ruhát, játékot, tartós élelmiszert. Tényleg nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, és köszönöm szépen, hogy megjelentetek. A felajánlásokat valószínűleg a novemberi hónap első hetében fogjuk majd eljutatni. Erről persze majd mindannyiunkat értesíteni fogunk az interneten keresztül. A menetrenddel kapcsolatban annyi, hogy elsőnek Kata és Ádám fog zenélni. Ők egy ilyen akusztikus felállásra fognak föllépni. Ezek után pedig a Hódmezővásárhelyi Retro Brains fog zenélni. Fogadjátok a produkciókat sok szeretettel, és hát érezzétek jól a mai este folyamán magatokat. Sziasztok! Hát akkor sziasztok mindenkinek! Sajnos a Zsófi és Ádám dúó elmaradt egyéb okok miatt, mert így, hogy valamokat a fog énekelni velem. Ezt a produkciót minden láttátok. Ez egy teljesen friss formáció. Az első dal pedig Ákos Keresem az utat. Örök zöld, Hello!
ország, a republik, ha itt lennél velem. Thank you.
Thank you.
Why?
Tüsszel, nagyon jó tüsszel ezért az emberek. Thank you.
Köszönjük szépen a programot!
Thank you.
Thank you.
Köszönjük szépen, hogy az kérdésünk. Az adásunkat november 13-án pénteken este a Toráltól tekinthetik meg, melyben hírenk mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!